Nem. Nem. Jó, oké, mert a másik telefonon le van halkítva, de még mindig hallom az ugást. Jó. Aha. Na, hát akkor. Igen, azt tudom, hogy te voltál kasza előadáson, tudom, Gyöngyi. Na, mivel 8 óra van, ezért én most nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki élőben követ minket, és azokat is, akik majd később felvételről nézik meg ezt a beszélgetést. Ki is hozom nagyba, ahogy szoktuk, hogy jól lehessen minket látni, és természetesen a chat beírásokat is látni fogjuk, tehát ha valakinek kérdése van, akkor természetesen arra fogunk tudni majd válaszolni. Na, Noémi is itt van velünk, és hát Csak ki is jön. bejelentkeztem, szevasztok. Igen, Ja, szervusz Noémi, szia, oké, Noémi. okay, szia, Oké, örülünk, hogy itt vagy. szia. De jöhetsz, ha akarsz. Oké. Jó van. Na, hát akkor azt hiszem itt az ideje, hogy azt ugye nem köszönöm. Jó. Tehát itt az ideje annak, hogy elkezdjük akkor a mai tréningünket. A témánk a mentorálás és a szponzorálás, az online mentorálás és az online szponzorálás. Na, hát azért itt rá kellett jönnünk, hogy azért a kettő között, tehát az offline csoportépítés és az online csoportépítés között azért elég komoly különbségek vannak. És most van itt az ideje annak, hogy beolvassam Zsuzsannának a Facebook posztját, hogy 23 éve kezdtem el MLM üzletekkel, hálózatépítéssel foglalkozni. Azóta folyamatosan tanulom a módszereket, amik nekem beváltak, és természetesen olyanok is voltak, amik nem váltak be. Hát kinek nincs? Hát mindenkinek voltak ilyenjei, szerintem kivétel nélkül. Követtem el hibákat, nem keveset, én is. Köszönöm szépen, együtt vagyunk. Jó néhányat bementünk a csalitosba, hogy meg kellett tanulnunk azt, amit muszáj volt, igen. A hibáimból folyamatosan tanultam, na ez a fontos, hogy az ember bemegy a csalitosba, de aztán utána megtanulja, hogy mit kell csinálni. Igyekeztem olyanoktól ellesni a tudást, akik már előbb jártak a hálózatépítő tudásokkal, hiszen az elmélet tudásukkal legyen az elméleti vagy gyakorlati tudás. Ez utóbbi főleg online fontos, hogy elsajátítsunk olyan gyakorlati marketing tudást, amit mások nem csinálnak. Na erről lesz ma szó, erről fogunk beszélgetni. Rájöttem, hogyha ugyanazt csinálom, mint eddig, akkor ugyanazt az eredményt kapom. Ez teljesen rendben van. A nehezebbik részét választottam. Megszereztem azt a tudást, amivel még sokan nem rendelkeznek, ezért váltam a Gazdagodás Akadémia trénerévé, és ezért vált Zsóka is a Gazdagodás Akadémia trénerévé. És hát akkor azt hiszem, hogy innentől kezdve már el is kezdhetjük a beszélgetést. Először akkor Zsuzsannát kérdezem, és aztán utána Zsókát majd, hogy milyen különbséget figyeltél meg? Mi volt az, amiről úgy gondoltad, hogy működhet online, de nem működhet offline? Vagy mikor vetted azt észre, hogy amit offline tanultál, az valahogy úgy nem akar működni online? Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Igen, hát, mint ugye olvastad meg, ahogy írtam is, hogy 23 éve már ezen a pályán vagyok, ebben a szakmában, amit imádok, mert nagyon szeretem, és ugye nagyon sok buktatón mentem keresztül, és azt vettem észre, hogy azok a módszerek, amiket nekünk akkor mutattak, abban az időben, akkor nekem azok nem nagyon működtek. Ugye én nem voltam az a fajta, aki olyan nagyon lehengerlően tud beszélni. Vannak ilyen emberek, de kevesen.
akik úgy jól el tudják adni magukat, mert elsősorban először magunkat kell eladni, és utána tudjuk eladni azt, amit mi szeretnénk. És ugye a 2010-es évek elején tértem én rá az internetre, mert akkor már láttam, hogy ez a jövő. És akkor már, tehát miután nagyon sok kudarcot átéltem, igazából a kérdésedben gondolkodom, hogy hogyan is közelítsem meg, de inkább arról beszélek, hogy is kezdtem én ezt el online. Tehát vásároltam egy honlapot, és ezt egy WordPress honlapot, és én magam akartam szerkeszteni, megtanulni, egyrészt azért, hogy tudjam, hogy kell ezt csinálni, hogy utána tovább tudjam majd adni ezt a tudást, másrészt pedig azért, mert hát sokba kell, nagyon sok pénzbe került az, hogy valakivel, mondjuk egy webdesignerrel ezt megcsináltassam, és folyamatosan ő ezt utána is karban tartja nekem, vagy új tartalmakat tegyen fel, meg egyebek. Na most ugye megvásároltam, akkor beiratkoztam egy WordPress tanfolyamra, hogy ezt a tudást megszerezzem, és elkezdtem ezt a weboldalt ugye elcsinálni, szerkezgetni, de hiány voltam még nagyon sok ismeretnek. Ugye szükség volt szövegírási ismeretekre, mert az a tudás, ami nekem volt, ami még iskolában megtanultam, hogy hogy kell fogalmazást írni, az nem marketing szövegírás, ugye az ide nem volt jó, tehát szövegírási tanfolyamot is kellett vásárolnom, amiből meg tudom szerezni ezt a tudást. Azután a SEO-zási ismeretek, vagyis a kereső optimalizálási ismeretekre is szükség volt, hogy amit én felrakok a honlapomra, hogy ezt úgy tudjam ott elhelyezni, hogy meg is találják, rátaláljanak majd a Google keresőbe, és amikor beírják a keresőbe azt, amit ők szeretnének, a megoldást az ő problémájukra, akkor én kerüljek a szemük elé. Tehát ezt a tudást is meg kellett vásárolnom. Közösségi média szemináriumra is beiratkoztam, és ilyen tudást is vásároltam, tehát rengeteg féle dolgot. Akkor már, ha jól számolgattam, olyan 100 000 forint fölött volt az, amit én már ráköltöttem, de még mindig nem értem el azt az eredményt, amit szerettem volna. Ugyanis akkor az úgy volt, hogy ha én valamit szerettem volna csináltatni azon a honlapon, még ugye nem tudtam, hogy kell szerkeszteni, akkor az én szponzorom még nem tudott nekem úgy segíteni, és oda irányított valakihez, hogy figyelj, őtőle tudod ezt a tudást megvásárolni. Tehát így működött akkor ez a dolog. És hát folyamatosan ugye tanultam, és mindig újabb tudást szereztem, a online marketing tudást, és amint ugye az előbb említettem, hogy még mindig nem értem el azt az eredményt, amit szerettem volna, hogy engem keressenek meg, engem találjanak meg, amikor ők a problémájukra megoldást keresnek. És ugye akkor még további tanfolyamokat kerestem, még további tudást, ami ugye eljuttatott idáig, ahol most vagyok. Tehát folyamatosan most már 8 éve, hogy tanulom az online marketinget, és hát nagyon-nagyon szeretem azért, hogy tudok ezzel segíteni másoknak. Ugye az online marketing is egy szakma, amit meg kell tanulni, erről már beszéltünk, és milyen nagyon szép ez a szó, hogy emelem, hogy az embereket felemeljük, tehát hogy felemeljük ezt a szakmát, és az embereket is ezzel a fajta tudással. Hát adom egy kicsit a szót most nektek. Lóka, kétszer vagy bent.
Tényleg? Aha, de nem Az baj. előbb kidobott engem, Aha. és És most megint. És most megint. kétszer is hallottok engem? Igen. És Igen, most és megint. megint kiestél. Na. Jó, Zsuzsanna, addig, ameddig a zsókait Visszajön. ebben dolgozik, tehát szerintem majd mindjárt bejön. Á, most már igen, itt van. Jó. Bocsánat, de én nekem megfagyott minden, és azt Aha. hittem, hogy kilökött a rendszer engem, Aha, úgyhogy aha. azért léptem be még egyszer, és nem is láttam magam többször, csak egyszer, úgyhogy De most azt már hiszem, itt vagy na rendesen. most már jó, rendben. Igen. Na, Zsóka, Zsuzsanna mesélt arról, hogy ő hogyan kezdte el ezt az egész dolgot. Én nagyjából ismerem, hogy te hogyan kezdted el, hogy azért neked is volt már előéleted. Te is csináltál már egy weboldalt, amiben beleadtál apait, anyait, meg mindent. És akkor most arra kérlek téged, hogy beszéljél nekem azokról a felismerésekről, amiket annó, annak idején megcsináltál, amikor elkezdtük a közös munkát, és meséltél arról, hogy hát ha én ezt tudtam volna, vagy ha én azt tudtam volna. Kérlek szépen, hogy erről meséljél. Hát igen, nekem is úgy kezdődött ez a történet, hogy én már valóban kerestem, már akkor 4 éve kerestem. Tehát Zsuzsa annyival van előrébb, hogy ő már 4 éve csinálta, én meg még 4 éve kerestem azokat a lehetőségeket, ami ugye, mivel világéletemben szponzor és mentor voltam, tehát mindig is arra törekedtem, hogy én nem jó kereskedő szeretnék lenni, hanem jó vezető, jó menedzser, jó úgynevezett mentor és szponzor, és mindig is ez éltetett, és ezzel kapcsolatosan kerestem mindig a saját önmagamat, illetve a világomat, és az az igazság, hogy már akkor ugye felismertem azt, hogy hát igen, az online az, ami majd a jövőt fogja adni, és kerestem, hogy a szponzorálás, mentorálás, illetve a hálózatépítés terén hol találok én olyan lehetőséget, ami az online eszközöket, az online lehetőséget az én kezembe adja olyan szinten, hogy én azt tanítani, illetve mentorálni tudjak vele embereket. Hát így történt meg az, hogy én már akkor talán annyira sokat gondoltam erre a dologra, és annyira sokat foglalkoztam, és olyan szinten voltam kereső fázisban, mert mindig azt szokták mondani, amikor valaki kereső fázisban van, akkor találja meg mindig az a megoldás, ami az ő ugye problémájára megoldást jelenthet. Úgyhogy én így találtam akkor, ha Zoli által adott lehetőségre, mert ezt tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a Zoli által adott lehetőség, hiszen tudjuk, hogy egy amerikai cég van mögötte. Na de én, aki nem tudok angolul, én hogyan tudnák elsajátítani egy olyan tanulási lehetőséget, amiben ugye angol anyanyelven vannak a videók, mindenféle fajta útmutatás, és ekkor jött az a történet, hogy ugye mi igazából, hát én találtam Zolira, tehát pontosan annak a metódusnak a lehetőségével, hogy ugye fent volt egy weblap, ahol ugye megvoltak a megfelelő linkek, ahol szépen átvezetett engem azokra a úgynevezett tájékoztatókra, amiből én olyan szinten tájékozódtam, hogy én azonnal
az úgynevezett csatlakozási linkkel, már ugye ez több mint 3 éve volt, úgyhogy már 3 évvel ezelőtt én ezt megtettem. És én óriási erővel és óriási odaadással fogtam hozzá a tanulásnak, és ugye most már 3. tanfolyamot végeztük el Zsuzsával együtt mind a ketten, tehát igazából mi olyan lehetőséget kaptunk, amiben meg tudjuk különböztetni az úgynevezett network marketing, hálózatépítés és az online network marketing, tehát mint különbség lehetőségét. Ugyanis én, aki tényleg 30 éve ezen a pályán mozgok, és rendkívüli mentoroktól tanultam, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mind az 30 évem alatt fantasztikus oktatásokat és fantasztikus mentorálást kaptam, és rá kellett jöjjek arra, hogy amikor elkezdtem az online tevékenységet, mindaz, amit eddig tanultam, és mindaz, amit eddig elvégeztem, nagyon nagy előny, természetesen óriási előny, de teljesen másképp kell csinálni. Tehát szinte még furcsa is az, hogy egy olyan új szakma, mert ez is egy új szakma, hiszen láthatjátok, hogy 20 évesek nekiülnek a gépnek, és ők már ugye tényleg úgy, mondjuk úgy, hogy úgy csuklóból tudják ezeket a dolgokat, és pillanatok alatt sajátítják el. Mégis azok a tapasztalatok, amik ugye itt felismerés szinten jönnek, azok teljesen különbözőek az előző évek és évtizedek tevékenységéhez. Kérdezted, Zoli, hogy mik ezek a különbségek, és hát miért is van az, hogy ugye másképp kell ezt csinálni. Ugye maga a hálózatépítés, a kapcsolatok építése, maga a különböző, úgymond információ átadás, ugye teljesen más az, amikor én így személyesen tudok valakivel találkozni, és személyesen adom át azokat az információkat, amire ugye szükség van. Tehát amikor ugye megoldást keresünk akármilyen problémára, és ezt a megoldást meg is találjuk, akkor azt értékesítésnek hívjuk, főként akkor, hogyha az vevő vagy az ügyfél ugye azt el is fogadja. Na most az online az azért más, pedig az is nem létező igényre történő információszolgáltatás, de mégis más, mert nem biztos, hogy azonnali. Ugyanis most gondoljuk csak el azt, amikor én találkozok mondjuk veletek, és ülünk egy asztalnál, és kávézunk, és minden dolgot át tudunk beszélni mondjuk egy óra alatt, és azt mondjátok nekem, hogy nektek az a szolgáltatás, amit én nyújtok, nektek az most azonnal kell, akkor ott létre jön az üzlet. Igen, ám csak az online azért más, mert én nem vagyok ott akkor, amikor valakinek van egy szükséglete, ezt a szükségletét ő ugye felismeri, felmegy a bármilyen oldalra, akár webshopra, akár ugye különböző Facebook oldalakra, vagy weboldalakra, és elkezd keresni. És amikor ő elkezdi keresni az ő szükségletére a megoldást, akkor bizony ki kell, hogy tűnjünk a tömegből, mert ma már az történik, hogy ugye rengetegen, mint a koffák a piacon, ugye kiabálnak, és ezt úgy higgyük el, hogy kiabálnak a neten, az interneten. Igen, ám csak az, amikor például egy hagyományos módszert rárakunk az internetre, és ez a hagyományos módszer pontosan azokra az alapokra épül, mint hagyományosan, hát csak így tudom ezt mondani,
akkor ez úgy jön létre, minthogyha mondjuk a recket áruló kofa nem a sétáló vendégeknek akarná azt eladni, a saját portékáját, hanem a másik retket áruló, vagy bármilyen más zöldséget, vagy akármilyen portékát áruló kofának. Ugyanis a hagyományos módszerrel történő értékesítés az interneten, az főleg, ha kiabálással történik, az nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokan rakják fel például csoportokba az ő ajánlatukat, és ott is olyan emberek vannak, akik ugyanezt csinálják. Na most ezért az a különbség a kettő között, hogyha én meg tudom azt határozni, hogy ki vagyok én, mit képviselek, tehát én, mint én saját személyem, akkor lehet, hogy érdekesebb lehetek az én gondolataimmal, elméletemmel, gyakorlatommal, vagy bármivel, amit teszek, hogy az emberek felfigyeljenek arra, amit én közvetítek. Tehát az interneten az első dolog a közvetítés. Tehát nem a nem létező igény felkeltése, mint egy hagyományos módszerrel, hanem a közvetítés. Elkezdem közvetíteni azt, amit én próbálok, vagy ugye összeraktam mondjuk egy weboldalon, vagy egy oldalon, vagy akár a különböző platformokon és közösségi médiákban, és ami a legfontosabb, és amiért én különbségnek tudom ezt mondani, hogy akkor, amikor valaki rájön arra, hogy ő mit képvisel, kit képvisel, illetve ezt ő saját maga hogyan képviseli, akkor emellett ki kell tartani. Nem szabad össze-vissza mindenféle fajta dolgot képviselni, mert az emberek elvesznek a káoszba, és nem látják meg a lényeget. Mert nem vagyok ott, hogy én kiemeljem mondjuk a több dologból a lényeget. És ezért van az, hogy teljesen nagy különbségekkel tudunk dolgozni, ugyanis ugye azt tanultuk tőled, Zoli, hogy amikor egy ilyen közvetítést elkezdünk, és kiküldünk a nem tudom, hogy hová, mert ez is egy érdekes dolog ugye az internetben, fogalmam sincs, hogy kinél fog betalálni, és amikor ezt elkezdjük így kiközvetíteni az embereknek, azt szoktad mondani, hogy ha nagyon ügyesek vagyunk, és nagyon szépen tudjuk ezt képviselni, és állandó jelleggel mondjuk úgy, hogy következetesen és rendszeresen posztolunk, mutatjuk, közvetítjük, akkor is előfordulhat az, hogy az első reakciók ilyen 6 és 9 hónap múlva találnak be olyan embereknél, akikre ugye mi tudunk utána építeni. Ezért nagyon fontos dolog, hogy egy, aki az internetes világba elindul, annak érdemes azt tudni, hogy nagyon nagy dolog a türelem. A másik, hogy fel lehet gyorsítani különböző dolgokkal, például hirdetésekkel, vagy még több posztolással, még több jelenléttel, és fel lehet gyorsítani még szebb, még jobb, és még különlegesebb dolgokkal, mert ha kitűnsz a tömegből, akkor rád fognak többen figyelni. Úgyhogy magát a úgynevezett, hogy is mondjam ezt, hogy minél, tehát forgalomnövelést, ezt a szót keresem, tehát a forgalomnövelést, azt lehet irányítani, de ahhoz, hogy a forgalmat irányítsuk, ahhoz szorgalmasnak kell lenni. És mindaddig még be nem indulnak dolgaink, tehát a saját magunk által megcsinált, elkészített dolgaink, hát igen, ezt nem szabad feladni. Tehát én is belekerültem ezekbe a dolgokba, hogy hozzáfogtam, hú, de jó ment, nagyon tetszett,
jöttek is az eredmények, aztán kicsit elfordultam, kicsit más csináltam, kicsit, és a kicsit, kicsit nagyon le is maradtam a dolgokkal, és érdekes, amikor az ember így leáll, akkor újból kezdeni sokkal, de sokkal nehezebb. Tehát amikor megnézi az ember az analitikát, megnézi azt, hogy hogyan és mi módon áll az oldala, vagy akár a weboldal, akkor meg fogjuk látni azt, hogyha nem következetes, és nem mindennapos az, amit csinálunk, akkor bizony eljutunk odáig, hogy kezdhetjük az egészet előről. Úgyhogy én ezt kell, hogy mondjam, hogy az interneten történő munkánk az folyamatosnak kell, hogy legyen, még egy hagyományos módszerrel, ha az ember valakivel beszél, tárgyal, az lehet, hogy azonnali. Tehát én ezt tudom most itt nektek így hirtelen összehasonlításként elmesélni. Remélem, hogy erre gondoltál, Zoli, hogy körülbelül mit szeretnél hallani. Beszéljünk arról, hogy szponzorálás, mentorálás, mert végül is ugye a mai témánk az inkább erről, tehát úgy beszéltük meg, hogy erről fog szólni. Én arra lennék kíváncsi, hogy saját tapasztalatotok alapján milyen különbséget vettetek észre, és akkor én kezdeném a saját megfigyelésemet. Pontosabban inkább azt mondanám, hogy az én hozzáállásomat. Említetted, hogy az én, hogy maga ez az egész üzleti ajánlat, ez egy amerikai cégnek az ajánlata, tehát hogy gyakorlatilag egy olyan szoftvercsomagról van szó, amely abban segít, hogy tényleg az internetes jelenlétünk az profi legyen, eredményes legyen, és tényleg hozza az érdeklődőket. A helyzet az, hogy ennek a cégnek a vezetője, ez egy olyan milliómos, multimilliómos fiatal ember, aki vezeti a céget, részt vesz különböző fejlesztésekben, és amellett még a saját üzleteit is viszi, és van 800 ezer feliratkozója, így hát én a 800 ezerből egy voltam, és nem több. Éppen ezért az, hogy mentorálás és szponzorálás, az kettőnk között gyakorlatilag az első hónapokban lehetetlen volt, hiszen miért figyelt volna arra, amit én mondok? Miért kellett volna neki azt észrevennie, hogy na, most a 800 ezer mellé bejött még egy. Gyakorlatilag ugye nekem kellett elérnem, nekem kellett azt kiharcolnom, hogy felfigyeljenek rám, és ez pedig nem lehetett másképp, csak úgy, hogyha eredményeket hoztam. Márpedig, akinek van már 800 ezer feliratkozója, és minden áldott nap több tízezer dolláros bevétele az üzletéből, hát úgy kevéssé figyel oda arra, ha valaki nem, tehát az átlagos forgalmakat, vagy az átlagos dolgokat teszi le, tehát nekem átlagon fölülit kellett csinálnom. Szerencsére abban az időben voltak olyan partnereim, akikkel ezt meg lehetett tenni, és a másik, hogy mivel nagy kényszerben voltam benne, ezért én nagyon-nagyon gyorsan megtanultam ezt az egész dolgot, és hát talán a szerencsecsillagom is ezt hozta, hogy egy angol reklámomnak a segítségével rám talált egy olyan ausztrál srác, aki hozzám képest abban az időben kente vágta a dolgokat, sokkal gyorsabb volt, sokkal ügyesebb, már adatbázisa is volt. Tehát ez egy ilyen nagyon gyors növekedést tudott hozni a csoportomnak a létszámában, és aztán utána mi ketten kezdtünk el igazándiból dolgozni egymással. És mondhatnám így, hogy keresztbe szponzoráltuk, vagy átszponzoráltuk egymást, mert volt, amit ő tudott jobban, volt meg, amiben én tudtam őt segíteni, és most már egészen jól dolgozunk együtt, tehát gyakorlatilag
hetente egyszer, kétszer kezdünk el egymással beszélgetni. Azért az egy érdekes dolog, amikor Ausztráliával beszélget az ember, olyankor mindig egy kicsit furcsa, hogy rám kérdez, hogy figyelj, most nálad hány óra is van, és akkor mondanom kell. Azt mondja, hogy volt olyan, amikor nem figyeltem oda, és felhívtam, és azt mondja, te tudod, hogy hány óra van? Mondom, ó, bocsi, nem. Azt mondja, a hajnali 5. Náluk valamikor még hogy este felé volt, abszolút teljesen, a magyar idő szerint teljesen kellemes idő, és akkor én azt mondja, figyelj, hajnali 5 van, beszélhetünk egy kicsit később. Igen, szóval ilyen is van, és itt most akkor magáról a mentorálás, a szponzorálás. Gyakorlatilag azt mondhatom saját magamról, hogy az teljesen mindegy, hogy a felső vonal, tehát ha én akarok valamit elérni, az teljesen mindegy, hogy a felső vonal milyen elvárással van velem szemben, vagy mire fogja azt mondani, hogy oké, akkor majd figyelek rád, ha ezt vagy azt letetted. Én azt mondom, hogyha valaki eléggé kitartó, és eléggé hajlandó átalakítani saját magát, hogy tanulóvá, akkor neki sikerülni fog minden dolog, és meg fogja találni azokat az embereket, akikkel majd együtt fog tudni dolgozni, mint ahogy ti is ugye rám találtatok, ahogy elkezdtünk együtt dolgozni. És most azt szeretném kérdezni, hogy nektek milyen tapasztalatotok van itt a szponzorálás, mentorálás kapcsán. Akkor most először Zsoka, és aztán utána majd Zsuzsána, jó? Hát elsősorban ugye az emberek nem egy tudásszintről indulnak. Tehát akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy szeretné megtanulni az interneten történő jelenlétet, és ehhez eszközcsomagokat is szeretne használni, mert ugye ezt mindenki tudja, hogy ma már azért ezek a dolgok szükségletek, viszont ugye el lehet azt is dönteni, hogy most több cégtől szerzi ezt be, vagy pedig itt velünk elindul, és itt megkapja azokat a tudásanyagokat hozzá, amivel ő fel tudja hozni magát arra a szintre, ahová ő el szeretne jutni. Na most mi, ugye én személy szerint 3 éve tanulom, és tudom, hogy akkoriban én is milyen nehézségekkel küszködtem, és mindig át kellett lépni egy-egy újabb határt, saját magam határát, mert tudjátok, mi az érdekes ebbe az egészbe? Az, hogy az emberek nem tudják, hogy mit nem tudnak. Tehát addig, amíg én is ott tartottam, hogy nem tudom, hogy mit nem tudok, addig az nem is hiányzik. Mert mondtad itt Zoli az elején, hogy többször fogtam a fejemet, ha én ezt tudtam volna 8 évvel ezelőtt, akkor mondjuk nem ott oda jutottunk volna, ahová jutottunk, illetve ha én tudtam volna, akkor ma már sokkal előrébb lennék. De én azt mondom, hogy soha nem késő tanulni, és soha nem késő akár. Hát ezt nem mondanám úgy, hogy tanítani, mert inkább tényleg mentorálásról van szó, és tényleg inkább a szponzor élet, tehát nem is véletlen az, hogy én a saját márkámnak a szponzor élet, tehát a Sponsor Life márkát választottam annak idején, mikor az Oli azt mondta nekem, hogy választani kellene egy olyan dolgot, ami te vagy. És mivel én ez vagyok, ezért én tényleg valóban ezt hirdetem, hogy a lehető legjobb szponzorokká váljunk, és a lehető legjobb mentorálást adjuk azoknak az embereknek, akik minket választanak. Bármilyen cégben, bárhol, hiszen ugye itt akik velünk tartanak, képviselik saját magukat, képviselik a cégüket, mi pedig segítséget tudunk nyújtani számukra, hogy ezt hogyan jelenítsék meg úgy az interneten, hogy ők ugye saját magukat tudják képviselni. És akik hozzájuk csatlakoznak,
azok tőlük várják, és ugye ők legyenek azok az emberek, akik bevállalják azt, hogy hát úgymond felemeljék az embereket. És nekem mindig az a célom, hogy az a mentorált, aki engem választ, ő mindig több legyen holnap, mint ami tegnap volt. Tehát én ma úgy végezzem el a dolgomat, és úgy végezzem el a munkámat, hogy az, akivel én személy szerint időt töltök, mert azért ez időtöltés is, hogy megmutassuk azokat a folyamatokat, ez a legjobb szó rá, amivel ő előrébb tud haladni, így az internetes munkaterén, vagy akár csak maga a network marketingben, hiszen mi network marketinget is tanítunk, és ezek a network marketing összefüggések, ami online történnek, ezeknek úgy kell fölállni egy-egy embernek a felismeréseiben. Tehát csúnyán mondanám azt, hogy a fejében, de mégiscsak a gondolataiban, mert ahhoz, hogy valamit teremtsünk, és ezt ugye online felületeken teremtsünk, ahhoz először tehát úgy kell létrejönni, hogy kialakul a gondolatainkban és a fejünkben. És utána fogjuk ezeket a gondolatokat és víziókat és ugye vizualitássá tenni, és akkor most jön a kreativitás, hiszen ugye az elején azt mondtam, hogy nem egy azonos szintről indulnak az emberek. Van olyan ember, aki szelfit sem tud készíteni, van olyan ember, aki fantasztikusan tud dolgozni különböző felületeken, csak éppen az összefüggéseket nem érti. Tehát nekem sokkal kevesebb dolgom van azzal az emberrel, aki tudja, hogy mi az, hogy e-mail, tudja mi az, hogy link, tudja mi az. És nagyon érdekes dolog, mert lehet, hogy mosolygunk ezeken a dolgokon, de vannak emberek, akik ezt sem tudják. És onnan indulni, hogy embereket megtanítani, ilyen felismeréseket megmutatni neki, hogy ő is meg tudja csinálni, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép szakma, és egy nagyon szép munka. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Visszaadnám a szót a Zsuzsának. Köszönöm. Én azzal folytatnám, hogy beszéltél Zoli a szponzorodról, hogy neked milyen a szponzorod, és mi azért ezt nem mondhatjuk el, mert te nagyon-nagyon segítesz minket a kezdetektől fogva, és hogy tényleg bármit lehet tőled kérdezni, és nem csak az, hogy segítesz, hanem tényleg az, ahogy felemelsz minket, ahogy dicsérsz, hogy milyen sokat jelent az, amikor valakit dicsérnek felnőtt korában is, nagyon sokat számít az, hogy dicsérnek bennünket, mert még gyerekkorban talán előfordul, hogy dicsérnek egy kisgyereket jó esetben, de a felnőtt korban ez nagyon ritkán fordul elő, én azt hiszem, és munkahelyeken nem ez a jellemző, és te nagyon sokszor ezt alkalmazod, és ez tényleg viszi előre az embert, hogy akkor na, még jobban csináljuk. Úgyhogy valóban nagyon-nagyon jó szponzor vagy, és tudod, és mutatod nekünk is azt, hogy hogyan kell ezt csinálni. Amikor valaki elkezdi, belevág a network marketingbe, belevág egy üzletbe, történetesen mondjuk hozzánk becsatlakozik, akkor az első lépés az, hogy megkérdezzük, hogy mit szeretnél elérni, mi a célod ezzel, hogy most becsatlakoztál, és akkor ő elmondja, hogy mond valamit rá, hogy ezt vagy azt szeretném elérni, és akkor megkérdezzük, hogy mikorra. Van, amikor azt mondja, hogy hát én csak egy kis plusz pénzt szeretnék, hogy kiegészítsem a jövedelmemet, de van olyan is, amikor valaki azt mondja, hogy igen, én ezzel szeretném később majd felváltani azt a munkát, amit most végzett. Ugye ezért nagyon jó ez a fajta munka, mert munka mellett el lehet kezdeni valóban, mint egy másodállás. De ugye tudjuk, hogy akkor meg kell osztani a figyelmünket, és hát ugye attól függ, hogy kezdetben mennyi idő jut erre a tevékenységre, mennyit tudunk rászállni.
naponta. Tehát ezt is megbeszéljük az új csatlakozónkkal, hogy mennyi időt tudsz erre szánni, és akkor szépen megbeszéljük ennek a menetét. És hogyha elmondja, hogy neki mi a célja, mit szeretne, és mikorra szeretné elérni, akkor azt mondjuk neki, hogy jó, akkor ehhez ezt, meg ezt kell majd megcsinálnod. És ugye elkezdi a tanfolyamunkat, azt mondjuk neki, hogy akkor tessék, itt elkezdheted, és itt vagyunk melletted, mentorok, szponzorok, és segítünk. És akkor nagyon-nagyon jó, hogyha nekünk nem kell utána rákérdezni, vagy noszogatni, hogy figyelj, mikor töltött föl, vagy kész van már, vagy mi a probléma, vagy, hanem tényleg az a jó, hogyha ő látjuk, hogy magától csinálja, hogy feltöltötte, hogy megcsinálta, és kérdez. Tehát az a jó, amikor ő kérdez, mert akkor tudjuk, hogy miben kell segítséget nyújtanunk. És akkor valóban látjuk azt, hogy ő akarja is ezt csinálni. És hogyha ez nem történik meg, akkor valószínű, hogy ő abban a 87%-ba fog kerülni, mint ahogy egyszer mondta Zoli, akik úgy egy éven belül abba hagyják ezt a fajta tevékenységet, mert a nagy többség abba hagyja. Belekap, belevág, és valahogy elmegy a figyelme, vagy nem tudom, és abba marad. De aki az elejétől fogva tényleg komolyan gondolja, és tanul, mint ahogy te is mondtad, Zsókod, nagyon sokat tanultál, meg még mai napig is, én is, az egyszerűen napról napra fejlődik. És én is tényleg nagyon imádom ezt a tevékenységet, és nem csak, lehet, hogy akkor is csinálnám, ha egy fillért se keresnék belőle, valószínű. Mert nagyon szeretem azt, hogy embereknek segíthetek, hogy adhatok. És akkor folytatom azzal, hogy a szponzorált és a szponzor közötti viszony, hogy az a nagyon jó, hogyha azt érzi az, aki a mentorát, vagy a szponzorát, hogy ő kérdezhet bármikor, illetve nem azt mondom, hogy bármikor, mert van olyan, amikor az ember nem tud rá rögtön válaszolni, de azt is meg kell értenie, hogy mi most egy másik tevékenységben vagyunk, és rögtön nem tudunk neki segíteni. De hogy itt tudom, néhány órán belül tudunk válaszolni neki, hogy tovább lendítsük őt ezen a megakadáson. És hogy bátran merjen kérdezni. Én bennem mindig ez van, hogy ne érezze azt, soha ne érezze magát ügyetlennek, vagy butának, hogy ő ezt most nem tudja megcsinálni. Mert én is voltam ebben, hogy nem tudtam sok mindent. És még a mai napig is vannak dolgok, amiket még most tanulok meg. Mert ugye az online világ olyan gyorsan változik, olyan sok minden dolog van minden nap, hogy tartani kell vele a lépést. És hogyha mi előbb járunk, mint ugye a nagy többség, akkor jó, mert akkor tudunk nekik is segíteni, és hát főleg magunknak, de nekik is. Tehát, hogy fontos az, hogy merjen kérdezni, hogy legyen egy olyan kapcsolat, amiben tudunk nem csak a munkáról, az eszközökről, a marketingről, hanem egyéb más dolgokról is beszélni, hogyha ő neki mentálisan van mondjuk elakadása, hogy kevés az önbizalma, az önbecsülése, hogy nem tud valamit megcsinálni, hogy úgy érzi, hogy neki ez nehéz, vagy valamit esetleg nem jól csinált, és akkor hú, most mi lesz? Tehát olyankor én is elő szoktam hozni a saját történeteimet, hogy mi volt, hogy volt. És nagyon-nagyon jó, amikor látom azt, hogy működik az, amit, ahogy én csinálom. Volt olyan munkatársam, amikor azt mondta, hogy az ő csoportjában, ő egy másik üzletet csinál, azt alkalmazta azt a módszert, ahogyan én foglalkozom ő vele, és működött. És olyan jó volt ezt hallani tőle, hogy
hogy azt a tudást, azt a módszert, amit én is alkalmazok, azt ő is tudta alkalmazni az ő saját üzletében. Tehát én ennyit tennék hozzá. Azt mondja, hogy sajnos nekem ez a gondom, hogy nem merek kérdezni, pedig a szponzorom szuper. Jó, hát akkor itt az ideje. Amit én megfigyeltem... Hát elbeszéltek veled akkor. Oké. Na szóval, amit én megfigyeltem, az a következő, hogy amikor már elkezd működni maga az egész rendszer, tehát ez a jelöltkereső és csatlakoztató rendszer, akkor eleinte még úgy van idő arra, hogy emberekkel, akár úgy egyesével is mélyebben foglalkozzunk. Viszont amikor már ott tart valaki, mint ahol például az én szponzorom, vagy mondhatnám így a mentorom, a cég tulajdonos, hogy van már 800 ezer ember, akkor valami egészen más szintre kell már vinni ezt az egész dolgot. Egészen más szinten kell kezelni ezt az egész dolgot. És amikor már ott tart valaki, hogy naponta van 3-4 új csatlakozó, akkor is már arra kell készülni, hogy tényleg valami olyan rendszert tudjon felépíteni, amely gyakorlatilag az elakadásokat, mint olyanokat simává teszi, tehát nem történnek meg maguk az elakadások. És ez pontosan azért mondom, mert az ausztrál sráccal is pontosan ugyanerről beszélgettünk körülbelül egy hete, és kérdeztem tőle, hogy te figyelj, te mit csinálsz, milyen platformokon, hogyan kezeled a csoportodat, és azt mondja, hogy figyelj, ez nagyon egyszerű, vannak különböző ilyen chat csoportjaim, Telegramon, WhatsAppon, meg ilyeneken, én meg természetesen a hírlevél, és ennyi. Ha valakinek van ott valami kérdése, akkor oda beteszik, és tudjátok, ami másik, ami nagyon fontos és nagyon jó megfigyelésem, hogy az angol csoportokban, tehát az angol nyelvű csoportokban, ott, hogyha valaki csinál egy csoportot, és azt mondja, hogy na, ennek a csoportnak ez meg ez a témája, akkor ott az emberek mernek kommunikálni. Tehát egyszerűen fölteszik a kérdéseket, és megvárják, amíg valaki tud neki válaszolni. Nem biztos, hogy pont a direkt szponzor lesz az, aki majd válaszolni fog. Lehet, hogy valaki fölötte. Ilyen például az egyik, tehát a cégnek az egyik direkt csoportja, ahová elég sokszor tesznek be olyan kérdéseket, hogy mi van akkor, ha? Vagy miért látom én azt, hogy? És akkor mindig van egy erre hivatott válaszoló, a technikai videókat elkészítő srác, a David, és ő válaszol mindig ezekre a kérdésekre. Attól függetlenül, hogy ő most az ő, bánt, hogy a Davidnek a direkt csoportjában van, vagy sem. Benne van ebbe az egészbe, tehát magában az egész rendszerbe föltesz egy kérdést, akkor ő válaszol rá. És én azt gondolom, hogy egy bizonyos szint fölött igenis erre kell törekedni, hogy jóval kevesebb idő lesz az, amikor, vagy jóval kevesebb időnk van lenne arra, hogy a saját dolgunkat csináljuk, mert ha mindenkivel, egyesével akarnánk foglalkozni, és egyesével szeretnénk őket átlendíteni a különböző elakadásokon, akkor az egész napunk erre menne rá, és ezért nagyon fontos az, hogy egy olyan rendszert építsünk föl, ami ezeket az elakadásokat megszünteti. És a másik, ami nagyon fontos, amit te is kiemeltél, Zsuzsa, hogy azokat, tehát figyelni azokat a visszajelzéseket, azokat a személyeket, akik maguktól mennek tovább, akik maguktól tüntetik meg a saját elakadásaikat, akik azt abban dolgoznak folyamatosan, igen, hogy ők saját maguk
a saját problémáikat minél könnyebben, minél egyszerűbben meg tudják oldani, és nem akadnak le azon, hogy ja Istenem, most ez nem így néz ki, az meg most nem olyan, és akkor most én ezt megmerjem meg kérdezni a szponzoromtól, hogy most akkor mi van. Nem biztos egyébként, hogy konkrétan magát a szponzort kell megkérdezni. Lehet, hogy be kell menni a csoportba, mint ahogy nekünk is van ugye az eredményes online hálózatépítés csoportunk, oda be lehet menni, oda föl lehet tenni a kérdést. Te is föltetted a kérdést, ugye, és igyekeztünk rá válaszolni, de ugyanígy bárki ezt megcsinálhatja, és én azt gondolom, hogy ezt a fajta online gondolkodást is, ugye, Zsóka, tehát ezt a fajta online gondolkodást is bele kell tenni magába a csoportépítésbe, mert valóban lesz olyan, tehát amikor tényleg működik már a rendszer, valóban lesz olyan, amikor naponta 3-4 új csatlakozó, vagy esetleg még több, és akkor aztán már nem lesz idő arra, hogy egyesével foglalkozzunk mindenkivel, hanem akkor egyértelmű, hogy olyan folyamatokat kell betenni, amely a kezdőt, ahogy te fogalmaztad, Zsóka, azt, aki még azt sem tudja, hogy hogyan kell szelfit csinálni, a kezdőnek is adja a megfelelő segítséget, meg annak is, aki különböző platformokon már elég ügyes, és az ő szintjének megfelelően tudja adni a segítséget. És persze természetes, hogy egy bizonyos teljesítmény lett tétele után az ember úgy is felfigyel valakire, tehát ez annyira természetes, és akkor utána már azt a szemét már ki lehet emelni, és lehet vele úgy foglalkozni, hogy látom, hogy már ezt is megcsináltad, meg már azt is megcsináltad, és akkor most arra gondoltam, hogy ha esetleg egy kicsit tudnék neked jobban segíteni, mi lenne az, amiben neked most egy gyorsabb segítség kellene, vagy mivel tudnál tovább menni, ez pedig az, amit te észrevettél, Zsuzsanna, hogy igen, oda kell figyelni arra, hogyha jönnek a megfelelő visszajelzések. Ezt ugye már mindannyian tudjuk, hogy az is visszajelzés, ha nincs visszajelzés, és az is visszajelzés, ha van, mert az életjelek, mint olyanok, ez már eléggé régi és elfogadott dolog a network marketingben. Én azt szeretném még zárásképpen kérni tőletek, hogy ha röviden meg tudjátok azt fogalmazni, hogy miért lett, vagy miért gondoltátok azt, tehát milyen eszenciális, vagy jelentős különbséget vesztek észre abba, hogy mert régen ugye oda kellett menni, személyesen kellett vele beszélni, és csinálni kellett, és lelkesíteni, vagy motiválni, vagy továbbvinni, hogy ez most, ez a fajta munka, ez most könnyebb, eredményesebb, vagy bonyolultabb éppen a személyes jelenlét hiánya miatt, hogy ti mit vettetek észre. Akkor először most Zsuzsanna, jó? Tehát én azt, nekem az jutott elsőnek eszembe, hogy sokkal időtakarékosabb, mert még régen úgy tudtuk ezt megtenni, hogy elmegyünk az illetőhöz, vagy ő eljön, vagy összejövünk valahol, és hát korlátozott volt az időnk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Online pedig én ilyen szempontból sokkal könnyebbnek látom, sokkal több a lehetőségünk, előre felvett videókat tudjuk segíteni a szponzoráltunkat vele, hogy itt van, és hogyha mi nem vagyunk ott, akkor segít a mi videónk, tehát helyettesít minket. Ilyen értelemben ez sokkal könnyebb. Klónozni tudjuk magunkat, mi? Igen. Így van. Igen. Hát az információ átadás az, ami a legfontosabb, hogy gyorsabban történik. Tehát azt az időt meg tudjuk spórolni ezekkel a videókkal, amit te mondasz, ugye Zsuzsa, hogy egyszerűen nem kell nekünk mondjuk akár ott ülni és fogni a kezét valakinek, hogy most ide kattints, oda kattints, ezt így csináld, azt úgy csináld, meg lépésről lépésre mutatni az utat,
mert hogyha megfelelő videókkal, ugye felvételekkel ezt mutatjuk, akkor ő egyértelműen tudja azt, hogy ő vissza is tudja mondjuk tekerni, vagy hát ugye vissza tud lépni benne, és újból, sőt akár ugye másik eszközön is tudja egyiken nézni, másikon csinálni. Tehát itt van általában az embereknek telefonja is, ugye laptop, számítógép, különböző eszközök. Tehát igazából ezek a leglényegesebb dolgok, hogy az internet segítségével kiküszöböljük az információ átadásnak a mindennapos újramondását. Tehát nem kell állandóan újra és újra. A másik, hogy ezzel nem kell ugye benzinköltség, elmenni idő, maga az utazás, egymás találkozása, stb. Tehát ezek fantasztikus dolgok. Tehát ezeket érdemes kihasználni a network marketingben. Persze, én akkor is azt mondom, a személyes varázs az mindig hatékonyabb, mint maga a személytelenség, de mivel? Ugye arról beszélünk, hogy automata rendszert építünk, nekem az a meglátásom, hogy ennek fázisai vannak. Tehát először ugye az ember még nagyon kezdő, szüksége van a mentorára. Amikor már nem annyira kezdő, akkor is még szükség van, mert mindig vissza kell kérdezni dolgokat, meg kell kérdezni, amit nem tudunk. Tehát nem magát az alapinformációkat, hanem mindig azt, amit nem tudunk. És amikor már ott tartunk, hogy automatizáljuk a rendszerünket, na onnantól kezdve történik az, hogy már ezeket a lépéseket nagyszerűen tudjuk kezelni, hogy ki az, aki első lépésben van, ki az, aki másodikban, ki az, aki már automatikában. És amikor ezt az összefüggés sorozatot föl tudom állítani a fejemben, mint mentor, akkor nagyszerűen fogjuk tudni, mert ugye ez a témánk, mentorálni és szponzorálni a mentorátjainkat. Úgyhogy én mindenkinek tényleg nagyon jó munkát kívánok ehhez a történethez, és nagyon sok örömet kívánok benne. Jó. Nagyon szépen köszönöm akkor ezt a mai estét is. Ma megint nagyon értékes gondolatok jöttek át. Én magam is sokat tanultam most, és igen, tényleg nagyon sokat tanultam, és azt tudom csak mondani azoknak, akik majd esetleg később nézik ezt a videót, hogy el kell magad szánni arra, hogy visszaüljél az iskolapadba, és elkezdjél tanulni. Tehát a nyitottság, az a gyermeki nyitottság, amit ugye anno gyermekkorodból hoztál, és az a tanulási vágy, azt most föl kell hozni. Ezt elő kell hozni, és meg kell tenni azokat a lépéseket, hogy a szponzorod felfigyeljen rád. Mert ahogy mondtam, itt az online világban igazából a letett teljesítmény az, ami miatt felfigyel valaki a másikra, mert ahogy mondtam, amikor már naponta van 3-4-5 csatlakozó, akkor igazából tényleg csak az arra fogunk, vagy arra tudunk majd fókuszálni, aki valamit le is tesz az asztalra, és ehhez pedig tanulni kell, és csinálni a dolgokat. Na, hát köszönjük szépen akkor, hogy velünk voltatok, és találkozzunk hétfőn este, ugyanebben a teremben, 8 órakor, amikor is egy élő bemutatót fogunk majd nektek adni. Az élő bemutatónak a célja pedig az, hogy a ti ismerőseitek, a ti meghívottjaitok általunk megismerje magát, ezt az egész üzletet, ezt az ajánlatot. És ne felejtjétek el keresni Zsókát és Zsuzsannát Facebookon, YouTube-on, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és kövessétek a gondolatainkat, mert amit ma elmondtunk, ez igazándiból csak a jéghegy csúcsa, és a mélyebb, a komolyabb összefüggéseket pedig már így inkább a személyesebb videóinkban szoktunk elmondani. Én búcsúzom tőletek,
Sziasztok! Sziasztok!